egy kérelem a Hold-Dunaj kikotrása tárgyában. Ez szerintem mostanában elég gyakran szóba került, hogy itt nagy az iszap, meg sok a hínár, meg akadályozó, ez sok mindent. Indoklásból itt egy részletet. A vízi beruházásokról szól 1985. évi ilyen meg olyan törvénycikk indoklások, Közép-Dunára vonatkozó ilyen-olyan fejezet részében a Tolnai Hold-Dunaj szabályozásának szükségességét megállapította. Az 1911. évben a Magyar Királyi Folyamérnök Hivatal a Földművelésügyi Minisztérium után járására terveket dolgozott ki, mely tervek jelenleg is a Bajai Folyamérnöki Hivatalnál feltüntettek is, amely tervek a közbejött háború és forradalmak miatt nem kerültek kivitelre. 1929. évben, ilyen meg olyan törvényben, iktatott víziberuházási törvényjavaslat újból megállapította a szabályozás szükségességét. Tolna község nagyon szerencsétlenül járt időn a 60-as években a bogyisztói mederre átvágás után a dombori áttöltést elkészítették. A Dunán lévő tolnai kikötő a középkor végétől élte fénykorát. Tolna akkor a Duna alsó fővárosának számított, és a környék árucikkeit, például tolnai és szekszárdi borokat innen szállítottak tovább. A halászat is jelentős volt, de az árvíz már akkor is veszélyforrásnak számított. A Duna szabályozásának ötlete már a 19. század elején is felmerült, de igazán az évszázad közepén Bárosina György hozta el a változást. Miután gróf Széchenyi István támogatására is szert tett, és megkereste Clark Ádámot, a Lánchíd tervezőjét, akinek az volt a véleménye, hogy a 30 km hosszú szakaszt egyenesen át kéne metszeni. Az építkezés 9 évig tartott, és szép lassan Tolna szerepköre elhalványult. A Duna az rendszeresen veszélyeztette Tolnának ezt a Dunaparti részét nyilvánvalóan, a mélyebben fekvő részeket meg aztán még inkább, és alá mosta a partot. De azt is kell látni, hogy a Duna, ahogy szokták mondani, áldás és átok, tehát ugye a városnak megélhetést adott, tehát a lakosság egyharmada az a vízhez kötődött. Gyakorlatilag 1843-ban megkezdődtek az igazából azok a munkák, amelyek a tervezésével Clark Ádámot bízták meg, és hát tulajdonképpen egy Duna átmetszés történt, ami 1852-re ért véget, és a 30 kilométeres nagy tolnai kanyarulatot levágták, és egy 7 kilométeres új medert ástak Bogyiszló, keletre, ezáltal egyébként Bogyiszló község a Dunántúra került, ez is közismert tény. Ezzel Tolna nem egy holták partjára került, hanem egy mellékág partjára került, azaz az történt, hogy északról ma dombori felől nyitott volt ez a Tolnai Dunaág, és délfelé, Szekszárd felé, tehát ugye a Sió csatornát valójában a Tolnai holtág alsó szakaszába vezették bele, amit egy ilyen majd Taplósi Hold-Dunaág van ott, meg a Sió csatorna, tehát délfelől is nyitott volt ez a Tolnai Dunaág, meg észak felől is. És hát ez volt az első lépcsőfok, és hát ezután megmutatkoztak a problémák, de igazából Tolna városa is elfogadta ezt, hogy szükség van folyószabályzásra, mert mint mondottam, a települést is veszélyeztette. A folyószabályzás második lépcsőfokát azonban már Tolna városa tiltakozása ellenére tették meg, ez pedig 1893-as nagy árvíz hatására következik be, amely árvíz azonban nem Tolnánál következett be, hanem Gerjennél szakította át a Duna a töltést, lefolyott Faddit, Tolna fele veszélyeztetve Tolnát, Bogyisztót is elöntötte, és hát ekkor úgy döntöttek, hogy a Tolnai Hold mellékág felső bejáratát elzárják. Ezzel kapcsolatban találtam iratot a levéltárban, ahol Tolna tiltakozik az ellen, hogy a felső Dunaágat bezárják, kereskedelmi érdekeire hivatkozva. A Dunának köszönhetően jött létre a sárgalábú tolnai kifejezés, ami abból a legendából ered, hogy a tolnaiak megtaposták a tojásokat, hogy több tojást tudjanak szállítani. Viszont a Duna szabályozása után Tolnán nem épült ki egy olyan vasútrendszer, ami esetleg kárpótolhatta volna a várost a kikötő elvesztéséért. Szokás felhozni azt, hogy Tolna gazdasági hanyatlását ugye egyértelműen a vasútépítés hiányának szokták betudni. Na most azért ezzel óvatosabban kell fogalmazni, mert a vasútépítés valóban gazdaságélikítő hatású, de elsősorban ott, ahol vasúti fővonalról beszélünk, és vasúti csomópontról, például Dombóvár esetében. Azonban itt egy Budapest-Bajai mellékvonalról beszélünk, Szekszárd is egy mellékvonalon fekszik. Gazdaságélikítő hatása mindenképpen van, de azt látni kell, hogy a folyóparti városok szempontjából azonban a folyóparti városok szempontjából a 19. században nem veszi át a főszerepet rögtön a hajózástól a vasútépítés, a vasúti szállítás. Adatok támasztják alá, hogy a 19. század végéig a folyóparti városokban a hajózás szerepe az áruszállításban mondhatni azt, hogy megelőzi a vasúti áruszállítás szerepét. Tehát a gazdasági térvesztés alapvetően a Duna szabályozásával kezdődött, főleg az, hogy a
20. század elejére teljesen elzárták a Dunaágat, illetve hát ugye a vasút nem épült meg. Persze voltak, és Tolna túlélte ezt is, mert gyárakat alapítottak, mind itt láthatjuk a Selyem gyárat, tehát ugye századfordulón megtörtént az iparfejlesztés, hogy Tolna azért fejlődni tudott ennek ellenére, és tehát ez nem, itt vagyunk most is, de nyilvánvaló, hogy egy jelentősebb kisvárosról beszélhetnénk, ha a Dunaág megmaradt volna. És itt most nem feltétlenül az élő Nagy Dunáról beszélek, mert még egyszer mondom, az árvízi veszély az fennállt, de Széchenyi célja is az volt, hogy a mezőgazdasági exportot a gőzhajózás által elősegítse, magyarul gabona exportot, le egészen a tengeri, fekete tengerig, onnan a földközi tenger a magyar búza jusson el. Hát az el is jutott, csak éppen Tolna elveszítette a kikötőjét, és Tolna volt a megye legforgalmasabb kikötője. Az építkezések alatt gróf Széchenyi István a tolnai Festetics kastélyban lakott, aminek egy része leégett az 1844-es tűzvészben. Ez a tűzvész volt eddig a legnagyobb Tolna történetében, amely során 155 ház veszett oda. Ezután a város arra kérte a lakóit, hogy a tetőket ne nádból építsék, és fizessenek tűzkár elleni biztosítást, hogy a város finanszírozni tudja az új tűzoltó eszközöket. De ennek ellenére sokan ismét nádból készítették a tetőket, ami egy újabb tűzvészt eredményezett 1854-ben. A tűzvészek okozója nem csak a nádtető volt. A nyitott tűzhelyek, az udvarba kiszórt hamuba belekapó szél könnyen idézhetett elő nagyobb tüzeket. A tűzeset ellenére a kastély töredéke még mindig áll. Itt is elég komoly, volt időnként komoly társasági élet is, tehát megint csak vannak róla fennmaradt írások, hogy vendégfogadások, a vendégeket lehozták ide a Dunaágra, a vizahalászatra, ami annyit jelent, hogy lejöttek ugye az arisztokraták, a vendégek, és akkor megtekintették, hogy hogyan fognak meg egy vizát, így közben reggelizgettek ilyen, mint egy ilyen balatoni sít, ahol csak ilyen dunai deregje volt erre kialakítva, hogy ott ültek szépen megterített asztalnál, és akkor ott az emberek ott dolgozgattak, ugye fogták a vizát jó esetben, hát akkor hívták nyilván a vendéget, amikor lehetett számítani. Mert itt, ahogy mondtam, itt Tolnán sziget volt, és hát itt a sziget csúcsánál itt azért így bejöttek így a mellékágba, hogy könnyebb volt megfogni ezeket a hatalmas tokhalakat, mert ugye ezek tudjuk, hogy több méterre megnőttek, ugye, és hát akkoriban még felúsztak. Maga a kastély 1742 körül épült, miután gróf Festetics József megszerezte a tolnai uradalmat. Sokat tettek a környékért. Festetics Leónak hála az első óvónőképző Tolnán jött létre, de a tűzvész után Pestre költözött. Az épületről nehéz lenne elképzelni, hogy egykor nemesi család otthona volt. A boltíven már csak pár helyen látható az épület eredeti színe. Az egyetlen dolog, ami kiemeli a polgári házak közül, a rokokó díszítés. Az épület magántulajdonban van, lakhelyként funkcionál. Na most ez magántulajdonban van most is, és önerőből az ott lakó javítgatja. Azt kell mondanom, hogy aki ott lakik, tehát mint mondottam, egymaga van, nem szokott pályázni ilyen homlokzatfelújításra, vagy tehát ő nem az a személy, aki így bead pályázatot az önkormányzathoz. Nyilván vannak egyébként az önkormányzatnak ilyen pályázatai, hogy műemlék jellegű házat felújítana, és akkor segítséget nyújt az önkormányzat egy bizonyos százalékban. Na most Tolna egyik legszebb, legrégibb házad, de hát ez nem így nézett ki. A két szárnya megvan, és a középső része, ami a díszes kaput meg a magasított épületet jelenti, azt elbontották. A két szárny épületből is már csak torzolni, ami most megvan, ott megvan a derékszög, tehát így, a másik oldalon is, és, de mégiscsak egy torzó, és lehet látni egyébként a két nyeregtető egyforma magasságot. Tolnán 1958-ig volt vízilabda szakosztály, és úszóversenyeket is tartottak itt. Viszont erre ma már a víz nem alkalmas, az eliszaposodás miatt, amin a város ma is dolgozik.